képviselőit. Az 1919. május 1-i komáromi áttörés 97. évfordulója alkalmából az Egy jobb Komáromért polgári társulás a Dél-Komáromi Endres csoport egyesülettel együtt koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a katolikus temetőben található tömegsírnál. 97 év elteltével azokra a komáromi, győri, tatabányai és tatai emberekre, 121 munkásra és katonára emlékezünk, akik az életüket áldozták Komárom területi egységéért, azokkal az agresszív területi hódítókkal szemben, akik önkényesen minden emberi és történelmi értéket, tényt kizárva, területszerzéssel akarták legalizálni az akkori hatalmi állapotot, mondta köszöntőjében Pint Tibor, az Egy jobb Komáromért polgári társulás képviselője. Csere Péter jogász író elmondta, ez a nap véres május 1-e néven vonult be a város történelmébe. Lépes Lóránd atya áldása után Nagy Ferenc Dzsida Jenő Salmus Hungaricus című versének részletét mondta el, majd Fehér Dalma, a Sej János gimnázium diákja, a Gimes együttes Kézfogás című dalát énekelte el.